kánikula, sokakat megviselhet a hirtelen jött forróság, fontos odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre. Hagyományőrző nap, 16. alkalommal szerveztek ünnepséget a Szabolcs megyei Nyírbélteken. Káros sugarak, óvni kell bőrünket a tűző napsütéstől, ahogy az anyajegyeink folyamatos figyelése is fontos. Elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat KEDR-re. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Már a hétvégén többször riasztották a mentőket a hirtelen beköszöntött meleg idő miatt, pedig az igazi kánikula még hátra van. Nagyobb odafigyeléssel azonban megelőzhető a rosszulét. Az egyik legfontosabb a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékpótlás. A hőkimerülés rosszulét tüneteit fontos már az elején észrevenni magunkon, ugyanis könnyen komolyabbra fordulhat a helyzet. Szikrázó napsütéssel és 30 fok körüli csúcsértékekkel beköszöntött a napokban az igazi nyári időjárás. A hirtelen jött meleg a mentőknek is több munkát ad. A hétvégén ez mintegy 10%-os feladatnövekedés jelentett, de tartósabb kánikula időszakban akár 30-40% is lehet ez a szám. Hőség riadó idején ezért minden mentőállomás, minden mentőegysége teljes kapacitással működik, hogy mi hamarabb kiérjenek a rosszul lévőkhöz. Az érintettek köre nagyjából behatárolható. Gyakorlatilag a két fő korcsoport az a gyermekek, a kiskorúak, illetve az idősek. A gyermekek kapcsán ugye főleg a balesetek, a nyári balesetek, vízi balesetek, hőszúrás, vagy napsütés, hőguta, illetve leégéses sérülések, ezek azok, amikor ilyenkor vezető kórokot jelentenek. Időskorban pedig ugye a szívérrendszeri betegségben szenvedők, krónikus betegségben szenvedők, ezt a melegebb, füllettebb nyári kánikulás napokat sokkal jobban élik, meg jobban megterheli a szervezetüket, és náluk is a hőkimerülés az, amely egy néhány napos kánikulai időszakban, vagy időszak alatt nagyobb számban jelentkezik. Nem csak a mentők, a házi orvosok is nagyobb odafigyelést kérnek a lakosságtól ebben az időszakban. Ne tartózkodjanak a tűző napon, a lehető legkevesebb fizikai munkát végezzék, illetve nagyon fontos a megfelelő minőségű és mennyiségű folyamatos folyadékpótlás, ne várja meg senki, amíg szomjas lesz. Egy átlagos felnőtt napi folyadék igénye ilyenkor a 2,5-3 litert is elérheti. A napon fizikai munkát végzőké ennek duplája is lehet, de a gyerekeknek is a szokásos mennyiség másfél-kétszeresét kell bevinni a szervezetbe. A hőkimerülés rosszul lét tüneteit fontos már az elején észrevenni magunkon. Könnyen komolyabbra fordulhat ugyanis a helyzet. Szerintem mindenki érzi magán, hogy azért ilyenkor jóval fáradékonyabb, jóval ingellékenyebb lehet, de ugye ami már ténylegesen arra utal, hogy valamiféle hőháztartás zavar, hőguta napszúrás van, azok ugye általában a fejfájás, a nagyon komoly koncentrációzavar, súlyosabb esetben ugye hányás, eszméletvesztés is előfordulhat, ilyenkor ugye nyilván azonnal orvoshoz kell fordulni, vagy hogyha ilyen embert látunk, akkor rögtön mentőt kell hívni hozzájuk. A következő napokban az előrejelzések szerint még melegebb lesz, a középhőmérséklet 27 fok felett alakul. Ilyenkor már másodfokú riasztást ad ki a meteorológiai szolgálat, ez több megye esetében már meg is történt, péntekre pedig már narancssárga lesz az egész ország. Egyelőre a szombat tűnik a legforróbb napnak, túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly és fátyol felhővel, jelentős csapadék nem lesz, csak egy-egy zápor zivatar alakulhat ki. A testvértelepülési kapcsolatok erősítése is célja a nyírbélteki hagyományőrző napoknak. Idén 16. alkalommal szerveztek több napos rendezvényt a szabolcsi településen, a Nemzeti Összetartozás napja részeként. Az elmúlt években sokat fejlődött a település, a terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően több mint 700 millió forintnyi pályázati forrást is nyert Nyírbéltek. Koszorúzással indult a 16. bélteki hagyományőrző nap szombaton. A rendezvényt minden évben a Nemzeti Összetartozás napjának közelében szervezik. Az országgyűlés 2010. május 31-én a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét. Ez a legfiatalabb nemzeti
ünnepünk, nemzeti emléknapunk, és arra emlékeztet bennünket, hogy határon túl és határon innen egyformán a magyar nemzet részesei vagyunk, közösen jóban, rosszban. Akkor éljük meg helyesen ezt a napot, hogyha valóban összekapcsoljuk a határon túli magyarságot. Itt két magyar testvértelepülés is van a szomszédos Erdélyből, és remélem, hogy minél többen, nem csak településvezetők, hanem lakosok is ellátogatnak egymás ünnepeire, Nyírbéltekiek és Kasszabéltekre, illetve Émihály falvára. Nyírbélteken 3 nap alatt több programot is szerveztek a helyieknek, akik igyekeznek keresztény értékrend alapján élni, és szolidárisak a határon túli magyarokkal. Ezt a település polgármestere, Bagdi Sándor mondta ünnepi köszöntőjében. A testvértelepülések összetartozását is jelzi, hogy 2 romániai testvértelepülés is részt vett a 16. bélteki hagyományőrző napon. A hagyományőrző nap több attrakcióból tevődött össze, gyakorlatilag egész héten műsoraink voltak, családi nap, gyermeknap, illetve volt egy színházunk, volt egy pszichológus, aki a szerencséről, illetve a jó szerencséről adott számot, és elhozta ide hozzánk ugye a szerencse kulcsát, mint ahogy az előbb is mondtam a beszédemben, vagy a köszöntőmben. Én úgy gondolom, hogy próbálunk a szerencsével élni, és próbáljuk úgy forgatni a szerencsét, hogy itt nálunk mindig maradjon, maradandó legyen. Az elmúlt években sokat fejlődött a település, többek között kiépült a szennyvízhálózat, megújult az egészségház és térfigyelő kamerarendszert is kialakítottak Nyírbélteken. A terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően több mint 700 millió forintnyi pályázati forrást is nyert Nyírbéltek. Ebből például mezőgazdasági terménytároló és ökoturisztikai látogatóközpont is épülhet a közeljövőben. 4 órás napon tartózkodás esetén már védekezni kell a leégés ellen, erre hívják fel a figyelmet a bőrgyógyászok. 11 és 15 óra között pedig egyáltalán nem szabad a tűzőnapon lenni a nyári hónapokban. A szezon elején az anyajegyeket is érdemes megnézetni, mivel a barnább bőrön már nehezebben tűnnek fel az elváltozások. A napon süthetik magukat ezek a strandolók, ez az, amit nem javasol sok bőrgyógyász. A szakemberek többsége szerint külön felkészítenünk nem kell a bőrünket a nyára, sőt inkább arra törekedjünk, hogy egyáltalán ne süsse nap azon kívül, amennyi az utcán sétálva éri. Ha kint van a bőrünk a ruha alól, már pedig erre nyáron elég nagy az esély, 15 percnél hosszabb napon tartózkodás esetén már védekezni kell a leégés ellen. 11 és 15 óra között egyáltalán ne legyünk a tűző napon, az előtte is utána lévő időszakban pedig fényvédőszert kell használnunk. Nem mindegy azonban, hogy miért. Mindenképpen a bőrtípustól függ, hogy magasabb faktorszámot használjunk, vagy alacsonyabbat. Mi azt szoktuk mondani, hogy mindenki lehetőség szerint a legmagasabbat használja, mert az véd igazán. Tehát megvan, hogy mennyi mennyiséget kell feltenni a bőrünkre, hogy az tényleg annyira védjen, annyit úgyse tudunk feltenni, meg nem olyan gyakorisággal kenjük fel. Tehát egy ilyen 10-20-as faktorszámú fényvédő gyakorlatilag mire hatékony lenne, addigra már le is bomlott, tehát annak nincsen igazán jelentős fényvédő hatása, ezért a 30-as, 50-es faktorszámú fényvédőket szoktuk javasolni. Az sem mindegy, hogy gyereknek vagy felnőtteknek javasoljuk, a gyerekeknek külön gyerekeknek való fényvédők van. Tehát nekik olyanokat kell mindenképpen választani. Minél világosabb a bőrünk, annál nagyobb a veszélye, hogy gyorsan leégünk a napon. Ezért egyébként az UVB sugárzása felelős, míg az UVA a bőr öregedéséhez járul hozzá. Ami azonban közös bennük, hogy mindkettőnek bőrrákkeltő hatása van. Fontos, hogy ennek jeleit a lehető legkorábban észrevegyük magunkon. Mindenképpen azt kell nézni, hogy van-e olyan anyajegy, ami még eddig nem volt, és úgy hirtelen megjelent egy furcsa anyajegy a bőrünkön, vagy hogy ott volt egy anyajegy, csak elkezdett változni. És ez az anyajegy egy kicsit furcsa, aszimmetrikus, tarka, a határa elmosott, tehát vannak ilyen szabályok, amit figyelni kell, de összességében azt szoktunk mondani, hogy ha valami furcsa, ha valami nem olyan, mint amit eddig megszoktam, akkor mindenképpen az szükséges, hogy szakemberhez fordulni, aki megnézi, és megmondja, hogy ez teljesen természetes dolog, hogy így változik, vagy pedig ez egy rossz indulatú irányba elindult anyajegy. A szakember szerint még nyár elején érdemes megnézetnünk az anyajegyeinket. A szezon után ugyanis a barnábőrön nehezebben tűnnek fel az elváltozások.
Több mint 40 diák érkezett Erdélyből a Bem József általános iskolába. A háromnapos látogatás célja, hogy megismerjék a nyíregyházi testvérintézmény működését, és megosszák egymással a jó gyakorlatokat. Az oktatási programok mellett a megye székhelyet is megismerhetik az erdélyi tanulók. Brassóból érkezett diákok is részt vettek a nyíregyházi Bem József általános iskola énekóráján. A 43 diák 9 csoportban látogatta az intézmény különböző tanóráit kedden. Őket 4 pedagógus kísérte Erdélyből a Határtalanul program keretében, és mint mondták, most először járnak a Szabolcsi megye székhelyen. Elsősorban azt szeretnénk, hogy minél több diák ismerkedjen az itteni diákokkal, mi mint tanárok elbeszélgessünk, lássuk, hogy hogy működik az itteni iskola, hogy mit változhatunk mi otthon, mit hozunk újat mi ide, hát körülbelül ezeket. S a szórakozás amellett, hogy sporttevékenységek, sportvetélkedők folyanak, zajlanak le. Szeretnénk megnézni a város, mert amit hallottunk mi, hogy a Nyíregyháza az nagyon szép város, és reméljük, hogy még visszajöjjünk ide ezután a 2-3 nap után. Ezzel az erdélyi iskolával eddig még nem volt kapcsolata a nyíregyházi oktatási intézménynek, lengyel testvériskolájával azonban annál intenzívebb ez a kapcsolat. Múlt héten abból az intézményből 22 diák és 3 felnőtt látogatott el a Bem József általános iskolába. A lengyel testvériskolánk az egy nagyon aktív kapcsolat. Minden évben 2-szer találkozunk, egyszer ők látogatnak el hozzánk, aztán mi látogatunk el hozzájuk, illetve ott a kommunikáció szinte azt mondhatom, hogy folyamatos, hiszen a gyerekek angolul egymással leveleznek, nyilván elektronikusan, tehát ma már ez a megszokott, de ők aktív kapcsolatot tartanak egymással. Úgyhogy reméljük, hogy itt is majd kialakulhat egy ilyen. A diákok és a pedagógusok 3 napot töltenek Nyíregyházán. Ez alatt az idő alatt közösen sportolnak és tanulnak a gyerekek, de szakítanak időt arra is, hogy a házigazdák megmutassák a vendégeknek Nyíregyháza nevezetességeit. Búcsúkoncertet adott a hétvégén a Zieg Singers a Rózsakert szabadtéri színpadon. A 31 évvel ezelőtt Bánhidiné Maróti Magdolna vezetésével alakult kórus számos sikeres fellépéssel büszkélkedhet. Egyaránt szerepeltek televíziós műsorban és tehetségkutató versenyeken. Néhány évvel ezelőtt adtak már búcsúkoncertet, ám a zene szeretete most is összehozta őket egy estére. Az X-Singers kórus az Zrínyi Gimnázium tanulóiból alakult 1988-ban, akkor még Weber kórus néven, amely később X-Singers néven lett híres. Számos helyen koncerteztek Magyarországon és külföldön is, részt vettek videoklip forgatásokon, a közönség kedvencei voltak. A titkuk nem csak a zene szeretete, hanem a számtalan együtt átélt közös élmény. A kórus alapítója a harmadik, talán utolsó búcsúkoncert kapcsán nosztalgiával emlékezett a kezdetekre. Próbáltam egy olyan énekkart kovácsolni, akik nem klasszikus zenén alapuló dalokat énekelnek, hanem inkább musical, spirituálé, először főleg a spirituálé volt, amit próbálkoztunk. Aztán különböző musical részleteket, és azt éreztem, hogy a gyerekek erre nagyon vevők, nagyon szívesen csinálják. Tehát ez engem is dopingolt, és így ez így szinte sodort magával az egész dolog. A kórusból több tehetséges művész került ki. Luther Imre, az est konferenciéja az egyik közülük. Az egykori zrínyis diák úgy véli, rengeteg dolgot kapott a kórustól, Magdi nénitől, a társaitól. Én tartom azt, hogy az ilyen társaság, az ilyen jó társaság nagyon ritka, amikor azt tudjuk mondani egészében, hogy a zenét, a zene szeretetét és annak a művészi tolmácsolását, azt tovább tudjuk vinni egy olyan embertől, mint Bánhidiné Maróti Magdolna, aki feladta gyakorlatilag a karrierét a családjáért és egy kórusért, és ebből tudott egy olyan szenzációs dolgot csinálni, amivel az emberek jól érzik magukat, amitől empatikussá és mások iránt fogékonyá váltak, és közben megtanulták azt is, hogy mi a művészet és mi a szórakoztatás. A nagy sikerű koncerten a közönség az X-Singles korábbi sikerszámai mellett új dalokat is hallhatott.
énekeltek neoton és abban mixelt musical részleteket. A szólisták és a kórus a korábbi koncertekhez hasonlóan a Rózsakert szabadtéri színpadon is élőzenekari kísérettel lépett fel. Három újabb óvi sportpályát adtak át kedden Nyíregyházán, így a megyeszékhelyen 14, az országban pedig összesen 350 multifunkcionális létesítményt használhatnak az óvodások. A képzési csomaggal együtt 13,5 millió forintba kerülő pályák költségének 70%-át az óvi sport közhasznú alapítvány, 30%-át pedig az önkormányzat biztosította. 8 évvel ezelőtt az aranycsapat egykori játékosa Buzánszky Jenő kezdeményezésére hívták életre az Ovi Sport közhasznú alapítványt, amelynek célja, hogy megszerettesse a sportot az óvodás gyerekekkel. Ehhez nyújtanak segítséget az Ovi Sport pályák, amelyekből már 14 van Nyíregyházán, és további 15 a megye más településein. A labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda mellett egyéb sportágakra is használható létesítmények közül kedden a Kertvárosban, a Stadion utcán is orvoson vehettek birtokukba egyet a gyerekek. A beruházás költségének 30%-át az önkormányzat állta. Évről évre egyre több és több a hozzánk benyújtott pályázat, egyre nagyobbak és nagyobbak az igények, egyre több óvoda szeretne részt venni a programban, és nem csak Magyarországon, hanem határon túl is, ugye számos határon túli óvoda is bejelentkezett, hogy szeretnének részt venni a Nemzeti Óvi Sport programba, ha már ugye nemzeti programról beszélünk, és a miniszterelnökségnek és a Bethlen Gábor alapnak köszönhetően lehetőségünk is volt 4 pályát építeni Kárpátalján, és egyéb támogatóknak, szponzoroknak köszönhetően pedig Tusnádfürdőn is átadtunk egy pályát, hamarosan a Vajdaságban Rúzsa Magdolnával fogunk átadni egy óvi sportpályát. Felvidéken is van már egy pálya a Sej János Egyetem gyakorló óvodájában. Az alapítvány elnöke elmondta, hogy az első évben 33 pálya készült el, a 2018-19-es TAU évben pedig 70 pályát építenek. Az orosi óvi sport pálya a 3500. volt az országban. Ezek a legmodernebb lehetőséget biztosítják arra, hogy a gyerekek mozgáskultúrája javuljon, nyilván nem ősportoló képzés folyik itt, de az utánpótlásnak már lehet egy első köre ez. Fontos az, hogy együtt játszanak, együtt megtanulnak játszani, ezt is segíti, és különböző sportágokat ismernek meg, foci, röplabda, kosárlabda, kézilabda, és különböző, mint most is megy, ilyen társas versenyek. Nagyon-nagyon szeretik, mind a eddigi 11 óvodában volt, ezt kaptuk vissza, hogy gyerekek imádják, óvónők is, ugye az óvónők külön képzést is kapnak, ők tanítják őket. Molnár Andrea hozzátette, az országban 4500, a határon túli magyar lakta területeken 1500 óvoda van, így még rengeteg helyen szeretnének óvi sportpályákat építeni. A 4. helyen zárta a bajnokságot a férfi kosárlabda NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese 17 győzelem mellett 5-ször szenvedett vereséget. A csoport győztes Cegléd az osztályozót megnyerve feljutott az NB1B zöld csoportjába. Az előző bajnokságban elért második helyet követően úgy vágott neki 4. NB2-es szezonjának a Sunshine Nyikse, hogy a végelszámolásnál legyen ott az élmezőnyben. Az elmúlt évekhez hasonlóan tanulmányi és munkahelyi okok miatt ismét voltak távozók és persze érkezők is, így Kovács Tibor edzőnek részben új csapatot kellett építenie. Az viszonylag hamar kiderült, hogy 4 csapat, a Cegléd, a Szolnok 2, a Deac Campus Fesztivál és a Nyíregyházi Gárda kiemelkedik a mezőnyből. A bajnokság végére ez a sorrend alakult ki, úgyhogy a 3. Debrecen 1 győzelemmel szerzett többet a 4. Sunshine Nyiksénél, amely viszont 6 sikerrel jegyzett többet, mint az 5. Békés Csaba. Kovács Tibor elégedett volt a csapat elmúlt szezonbeli szereplésével. Későn ért össze a csapatunk, ha összehasonlíthatom az előző bajnoki keretünkkel, illetve a felkészülésünkkel, sokkal később álltunk össze, később tudtuk azt a minőségi munkát végezni, ami ehhez az osztályhoz is szükséges. Tavaly a HEP kupában is jobban szerepeltünk, most az idén nehezebb sorsolása, ugyan kicsit ha korábban kiestünk, de a realitásokat figyelembe véve ez volt a célunk, illetve hát a Kosárszövetségnek volt egy olyan kiírása, itt van egy olyan kiírása, hogy rájátszást írhat elő, amit velünk csak az utolsó pillanatban közöltek, hogy nem lesz rájátszás. Igazából azzal még talán egy helyet léphetünk volna előre, ami maximálisan szép lett volna, de én úgy gondolom a realitásokat figyelembe véve a lehető legtöbbet hoztuk ki a csapattal ebben a szezonban.
Az elmúlt szezonban sok játék lehetőséghez jutottak a fiatalok is, akikre ide inkább számíthat a szakember. A csapatunk össze korosztálytétele elég vegyes, mert azért vannak 30 fölötti játékosaink, illetve vannak 20 év alattiak is. Itt a tanulás és az iskola elfoglaltság miatt azért az ő beillesztésük egy kicsit nehezebb volt. Nagyon lelkesek és maximális hozzáállással bizonyították azt, hogy helyük van a csapatban, és azért egyre többet ebben a játékrendszerben, amit mi képzeltünk el, és itt hagy köszönjem meg külön Szavics Bráninak a munkáját, mint játékos edzőként, az ő fanatizmusával, szakértelmével olyan irányba segítette a csapatunk munkáját, amit a fiatalok hol könnyebben, hol nehezebben vettek fel, de mint hogy az eredmény bizonyítja, az elmúlt két évben ez sikeresen működött. Az elmúlt hétvégén lejátszották a feljutásról döntő osztályozó tornát. A Cegléd Szolnok 2 pénzügyőr Soproni Tigrisek 4-esből a Cegléd került fel az NB1-B zöld csoportjába. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Már a hétvégén többször riasztották a mentőket a hirtelen beköszöntött meleg idő miatt, pedig az igazi kánikula még hátra van. Nagyobb odafigyeléssel azonban megelőzhető a rosszul lét. Az egyik legfontosabb a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékpótlás. A hőkimerülés rosszul lét tüneteit fontos már az elején észrevenni magunkon, könnyen komolyabbra fordulhat ugyanis a helyzet. A testvértelepülési kapcsolatok erősítése is célja a nyírbélteki hagyományőrző napoknak. Idén 16. alkalommal szerveztek több napos rendezvényt a szabolcsi településen, a Nemzeti Összetartozás napja részeként. Az elmúlt években sokat fejlődött a település, a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően több mint 700 millió forintnyi pályázati forrást is nyert Nyírbéltek. 11 és 15 óra között mindenképpen kerüljük a direkt napfényt, ezt javasolják a bőrgyógyászok, akik szerint fontos folyamatosan figyelnünk az anyajegyeinket, évente, lehetőleg nyár elején pedig megnézetni szakemberrel. Az, hogy milyen fényvédő készítményt kell magunkra kennünk, elsősorban a bőrtípusunktól függ. Minél világosabb a bőrünk, annál nagyobb a veszélye, hogy gyorsan leégünk a napon. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 11-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedden kevés fátyol és gomoly felhő várható, majd estétől kiderül az ég. Zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 és 19 fok között alakul. Szerdán a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Zápor előfordulhat, a délkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappeli hőmérséklet 33 fok körül alakul. A következő napokban egészen a hét végéig túlnyomóan napos időre van kilátás, gomoly, illetve fátyol felhőkkel. Legfeljebb néhol fordulhat elő frissítő zápor, zivatar, délkelet felől igen meleg levegő áramlik térségünk fölé, így folytatódik a kánikula, a strandidő, sőt a hét közepétől a maximum hőmérséklet egyre több felé meghaladhatja a 35 fokot is.